Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. a Jukon mellett. Írta Pál. A mű elektronikus változatára a nevezd meg. Így a tovább. 4.0 nemzetközi kreatív Commons licenz feltételei érvényesek. A hangos könyv a következő elektronikus változat alapján készült. Budapest, Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, 2016. Országos szécsényi Könyvtár e könyvtári szolgáltatások osztálya. ISBN 978 615 5557 81 online. MK 15.3.30 Első fejezet. Jack Houston a felesége válla felett a tükörbe nézett, és egy kissé elrestelte magát. Úgy érezte, hogy az apró, édes kis jószág mellett, aki most az ölébe kuporodott, ő tulajdonképpen esetlen öreg medve, akit nem is lehet szeretni. Lilian úgy látszik, megérezte, hogy milyen gondolatok járnak férje fejében, mert meghúzta uracskája fülét, és azt mondta. Már megint a tükörbe nézel. Ne haragudj, Lilian. Gondolj arra, hogy volt életemben tíz esztendő, amikor egyáltalán nem láttam tükröt. Tudod, a lyukon mellett. Most sem kellene folyton oda pislognod. Hiúbb vagy, mint egy asszony. Ellenkezőleg. Gyáva vagyok. Félek, hogy nem illek hozzád, Lilien. Te galamb vagy, én pedig bölény. Sokszor nem is tudom megérteni, miért szeretsz és hogyan tudtad elhatározni, hogy a feleségem légy. Én 40 éves vagyok, te 21. A félkezetben több erő van még ma is, mint sok fiatal sihederében. Jack elégedetten mosolygott. Hát az igaz, de az erő nem minden. A modorom, mint egy medvéé, nem vagyok olyan finom gavallér, mint a városi urak, akik között nevelkedtél. De szíved van, Jack, becsületes vagy, gyengéd a lelked. Nem cserélnélek ki senkivel. Jack csendesen bólintott. Bizony, én nagyon messziről jöttem. Ha az ember tíz esztendeig él gyilkosok és kalandorok között az Isten háta mögött, úgy, hogy egyik kezét folyton a revolverén tartja, akkor nem nagyon ért a hízelgő, lágy beszédhez. És mond, asszony sohasem járt köztetek. Jack arca elborult. Azok nem voltak asszonyok. De csak beszélj róluk. Időnként elvetődött hozzánk mindenféle ember. Az ördög tudja, honnan bukkannak ki eféle alakok a sziklák mögül, mikor egy heti járásnyira sincs a közelben lakott hely. De csak jönnek, mint a rossz szellemek, rongyosak, félelmes zsiványpofával köszönnek, körülszaglásznak és azt mondják, jól megy a munka, fiúk. Tele vagytok már aranyal. Fene tudja, honnan érzik meg az aranyszagát aztán csak hunyorognak és dörzsölik a kezüket, egy kis szórakozás is el kellene már itt. Mi persze nem szerettük az e féle látogatásokat. Nem lehet tudni, nem kémkedni jötte valamelyik banda megbízásából. Hát csak kiebrudaltuk őket hamarosan. De néhány hét múlva hatalmas teherautók tűntek fel az úton. És kiül az első kocsin. A mi titokzatos látogatónk éppen olyan mocskos és borotválatlan volt, mint mikor először bukkant felgyalogoson. Jimmy pillantotta meg először és elkáromkodta magát. Valamennyien a puskákhoz, meg revolverhez nyúltunk. Azután lóra pattantunk és vártuk a támadást. De a kocsiról fehér zászlót lobogtattak és csak látjuk, hogy az autók megállnak és akik rajtuk vannak mind nyújtogatják ég felé a kezüket, annak jeléül, hogy békés szándékúak. Erre azután oda nyargaltunk. Hát, kérlek, majd nem leszédültünk a lovakról, mikor az autókhoz értünk. Képzeld, mindössze három férfi volt azokon, a többi csupa asszony. És rengeteg csomag, kosár, sátorponyva. Szóhoz sem jutottunk a meglepetéstől, már leugrott a szakállas zsivány és vigyorgott. No emberek, eleget éltetek barom módjára, jogotok van már egy kis gyönyörűséghez is. És azzal már szedik is le a csomagokat az autókról, az asszony nép meg ugrál lefelé a kocsiról nagy sikongás közepette. Én még soha olyan rút némbereket nem láttam. Iszonyúak voltak mintha csak valamelyik boszorkány szakáról jöttek volna egyenesen. Az arcuk utálatosan kimázolva, a testükön rikító rongyok. A legutolsó matróz kocsmákban látni ilyen züllött, emberi formájukból kivetkőzött asszonynépet. Borzasztó! Szörnyűködött Lilien. Jack zavartan vakargatta a haját. Igen, förtelmes, de tudod, mikor az ember már évekig nem látott nőt, hát a boszorkány is tündér király kisasszonyá szépül a szemében. Talán csak egyedül én őriztem meg a józanságomat. A többiek, mint a kiéhezett fenevadak rohanták meg őket. Közben Burton, így hívták a gonosz pofájú idegent, embereivel már fel is állította a sátrakat és egyszerre csak kezdik kirakni a magukkal hozott portékákat soha ezeknél körmönfontabb zsiványokat nem szült még a világ. Egymás után húzogatták ki a finomabbnál finomabb pálinkás üvegeket, a borokat, falatokat, hordószámra a sört. Nekünk a fogunk vacogott a gyönyörűségtől. Már nem is emlékeztünk arra az időre, mikor utoljára csiklandozta torkunkat ilyen isteni nedű. Úgy vetettük rá magunkat a nem remélt kincsre, mint a szomjúságtól haldokló kapatakra azok megadták boldogan, de micsoda áron. Ilyen szemérmetlen rablókat nem okádott még ki a pusztaság. Mámorba és tivornyába fullasztották a mi kis telepünket. A fiúk részegen kaparták előrejtek helyükről az aranyat, hogy italra és csókra váltsák. Börtn remek módszerrel dolgozott. Más haramiák fegyverrel támadnak és a bőrüket kockáztatják. Az ő módszere sokkal biztosabb és kockázatmentesebb volt. Teherautóival és írtózatos némbereivel végigjárta az aranyások telepeit, és ott, ahol úgy sejtette, hogy már együtt van egy kis pénz, egyszerűen lerakodott. Kitűnő emberismerő volt. Tudta, hogy az esztendőkön áttartó kemény munkában megkérgesedett és eldurvult férfiak mennyire éhesek nőre és italra. Ezzel a két dologgal úgy ki lehet csalogatni belőlük a pénzt, mint száraz kukoricarázással újjából a baromfit. Én kétségbe voltam esve. Őrjöngtem. De amikor revolvert fogtam börtönre és tovább akartam kergetni, a fiúk, akik már mind meg voltak vadulva az italtól, lefogtak és megfenyegettek, hogy felkötnek az első fára, ha nem hagyom békében börtönté. Még arra számítottam, hogy majd, ha Börtn kicsalta minden pénzünket, a végén talán mégis kiózanodnak a fiúk, és egyesült erővel szépen visszavesszük aranyainkat. De Börtnek nagy gyakorlata volt. Számított ő már erre is. Valahányszor már együtt volt nála, egy nagyobb összeg átadta valamelyik emberének, és elküldte a teherautón a városba. És te? kérdezte aggódva Lilien. Te nem itt áll. Neked nem volt szeretőd. Én okosabb voltam, mint a többiek. Mormogta Jack. Hála az égnek, hazahoztam a pénzemet. Hiszen enélkül ma nem lehetnénk együtt ilyen boldogan. Végig simította a homlokát és csendesen hozzátette. Hagyjuk ezt Lilien. Rossz álom, nem jó felidézni. Lilien nyugtalanul nézett férjére már régen sejtette, hogy Jack életében van valami rejtélyes pont, amelyről nem akar nyilatkozni, amely azonban titokban rágódik a lelkén. De okos asszony volt, aki nem erőltette a dolgot. Második fejezet Mikor Jack Houston másnap reggel a városba ment, az egyik utca sarkán vállára ütött valaki. Halló, öreg fiú, nocsak, hogy megtaláltalak. Jack meglepetten nézett az öles termető óriásra. Harry! Mondotta álmélkodva, hogyan kerültél ide friszkóba. Harry körülnézett, azután halkan mormogta. Menekültem. A fenét? Káronkodta el magát Jack. Loptál? Lincseltél? Golyót röpítettél valakibe? Soha sem bírtál a véreddel. Harry gúnyosan mosolygott. Csak semmi nagyképűség és leckésztetés, Jack. Sokkal jobb lenne, ha te erőltetnéd meg jobban az emlékező tehetségedet. Mert alig ha nem szükség lesz rá. Mire emlékezzem? Nagyon furcsa dolgokra. Az utolsó hetekre, melyeket a lyukon mellett töltöttünk. Jack elképedve nézett Harryre. Ez azonban, úgy látszik, nem akart tovább beszélni. Gyere egy bárba, mondotta, ígyunk egy korsósört. Mikor a bár hátsó szegletében egy asztal mellé telepettek, Harry arca elsötétült és egészen közel hajolt Jackhez. Engem a rendőrség üldöz. Mormogta. Miért? Hát amiatt. Jack elsápadt. Lehetetlen. Dadogta. De igen. Megtudták. Valamelyik istentelen elfecseghette. A nyomomban vannak. Átkozott dolog, hiszen én voltaképpen ártatlan vagyok. Már beszéltem Freddel és Cserszel. Ők sem vállalják. Hát, úgy látszik, hogy akkor. Nem fejezte be a mondatot. Jack homlokát verejték, cseppek verték ki. Igen, folytatta kíméletlenül Harry, a fiúk azt mondják, hogy leölted meg Burtont. Hazugság? Kiáltotta magánkívül Jack. Harry vállat vont. Lehet. Én nem állítom, de annyi bizonyos, hogy sem én, sem Fred, sem Charles nem tettük, a többiek pedig akkor, az utolsó napon már nem is voltak a telepen. Csak mi négyen akkor történt, hogy az a pokolfajzat, az a dögbörtön elvitte az utolsó garasunkat is. Az aranyat, amelyet esztendők baromi munkájával mostunk ki a folyóból és kapartunk ki a kövekből. Mi mind eszméletlenül feküdtünk a pálinkától, te azonban még józan voltál. Te nyargaltál utána. Nem utána mentem. Harry durván röhögött. Talán a nő után nyargaltál, azt hiszed, nem tudtuk valamennyien, hogy miért nem nyúltál te is a lányokhoz. Mert neked csak a peci tetszett. Börtön szeretője. Szerencsére a zsivány egy pillanatra sem tévesztette szem elől. Ám bár, ha így utólag gondolkozom a dolgon, még sincsen éppen kizárva, hogy néha sikerült néhány percre magatokra maradnotok. Hely, de buta nagy szerelem volt az. Úgy kopogott a szemed, mikor ránéztél, hogy mi csak dőltünk a nevetéstől. Sóhajtoztál és epekedtél, a lány pedig ugratott. Látta, hogy majdnem meghalsz utána és kacsingatott rád. No, most már megmondhatod. Sok pénzt adtál neki. Ne beszéljünk erről. Ejnye, de szemérmes lettél. Jobb lett volna, ha akkor nem veszted el az eszedet. Bár inkább itt áll és szeretkeztél volna te is velünk. Legfeljebb a pénzedet vesztetted volna el. De így? Jack remegett az izgalomtól. Elég volt, vagy Istenemre, torkodra forrasztom a szót. Remélem, még nem felejtetted el az ökleimet, Harry. Kár hetvenkedni, Jack. Csak ne finomkodj és ne játszad az urat. És főleg ne feled, hogy nem vagyunk hajlandók kedvedért vásárra vinni a bőrünket. Mit akarsz ezzel mondani? Jól tudod, Jack. Az ohaiói rendőrség kinyomozta a három év előtti gyilkosságot és lépésről lépésre felderítették, hogy Burton hol járt, mit csinált. Kihallgatták a véle volt cinkosait és a lányokat, azoknak a vallomásából kiderült az egész. Hogy pálinkát adott el nekünk és elvitte a pénzünket. Ebből azután a kopók nagy bölcsen kitalálták, hogy bosszúból öltük meg és raboltuk ki Börtnt, mert vissza akartuk szerezni a pénzünket. Elmondták, hogy mikor már hazafelé tartottak és felrakottak a teherautókra, észrevették, hogy Peci eltűnt. Burton írtózatos dühös lett, mert már régen gyanította, hogy a lány kikezdett valamelyikünkkel. Egyedül visszafordult, hogy elhozza peccit, és többé nem került vissza. Később holtan találták egy sziklafal mellett. Feje szét volt roncsolva, a pénze eltűnt. Hát ezért akarnak most bennünket villamosszékre ültetni. Ezért bujkálok hónapok óta és kereslek. Figyelmeztetni akarlak, nagy baj van. Jack halásápat volt. Én nem öltem meg Burton. -t. Dadokta, Védekeztem. Önvédelem volt. No látod, csapott le Harry, hát bevallod végre. Mégis te voltál. Hallgass rám, Harry. Akkor, azon a reggelen, mikor a zsiványok felszették a sátrakat és felrakottak a teherautókra, én messze elkóboroltam a teleptől. Nem tudtam nézni, hogyan viszik el mindenünket, esztendők munkájának a gyümölcsét ti eszméletlenül feküdtetek. Az utolsó éjszakán álomporral keverhették az italt, hogy könnyebben oldhassanak kereket. Jobb volt, hogy tovább álltam, mert olyan elkeseredett voltam, hogy okvetlenül belelőttem volna valakibe néhány golyót. Egy magányos helyen, a vörös szikláknál lefeküdtem. És akkor egyszerre csak ott termett mellettem Peci. Azt mondta, nem akar élni nélkülem és hozzám szökött. Majdnem nem vágódtam meglepetésemben, úgy meg voltam zavarodva, hogy néhány pillanatig azt sem tudtam, fiú vagyok-e, vagy lány. De mire észbe kaphattam volna, már jött felém dühösen börtön. Egyszerre kaptunk a revolverünkhöz, de ő megelőzött. Ő lőtt először. A golyó átjukasztotta a kalapomat. Csak úgy kerültem el a halálos lövést, hogy ösztönszerűen a földre vágtam magamat. Fekve viszonoztam a lövést és láttam, hogy Burton hanyat vágódott. Teljesen elvesztettem az eszemet. Akkor már hetek óta nem aludtam, félig őrült voltam, mert nem tudtam megakadályozni Burton fosztogatását, és mert ti mind úgy viselkedtetek, mint a barmok. Lovamra kaptam és vágtattam vissza a telephez, segítségül akartalak benneteket hívni. De semmiféle erőlködéssel nem tudtam belétek életet verni mikor később visszatértem a sziklához, mert meg akartam tudni, mi történt Pecivel, már sem a lány, sem Burton nem volt ott. Harry bólintott. Burton emberei felszették mind a kettőt és magukkal vitték. De hát hogyan lehetséges mindez? Kiáltotta hevesen Jack. Hiszen azóta közel három esztendő múlt el. Miért nem keresett akkoriban a rendőrség bennünket? Burton emberei nem mertek zajt csapni, mert az egész társaságot körözték. Egy sereg csalás, kerítés, meg ehhez hasonló gazság száradt a lelkükön. Féltek, hogy az esetben, ha jelentést tesznek a gyilkosságról, ők is könnyen bajba keveredhetnek. Felelősségre vonják őket a régebbi dolgokért. Azt is tudod, hogy a hatóságok a legszigorúbban tiltják az ilyen itatásra és mulatozásra való csábítással űzött fosztogatást. Nem nagyon volt hát tanácsos zajt ütniük. Különben is gyűlölték Börtnt. Talán örültek is, hogy megszabadultak tőle. Több jutott rájuk a zsákmányból. Akkor hát ki az áruló? Harry mogorván nézett maga elé. Hát ez az éppen, amiről beszélni akarok. Egyetlen embernek állt csak érdekében, hogy bosszút álljon rajtunk. Valakinek, aki sohasem felejthette el a lyukon melletti napokat. Ki az? No csak ne tettest magad! Ne jázd az ártatlant, Jack! Ne ingerej, Harry! Látod, hogy tűkön ülök? Látom, még mindig a régi heves legény vagy. De hát erről a dologról nyugodtabban kell beszélgetnünk. Hol leszel ma este? Otthon? Nem jó hely. Valaki meg akar látogatni, akit nem ajánlatos a lakásodon fogadni. Ki az? Majd meglátod. Nem ismersz Friszkóban egy csendes kis kocsmát, amelynek külön szobájában találkozhatnánk. Az életedről van szó, Jack. Jack kétségbe volt esve. Átkozott kutyák? Nem értem, mit akartok tőlem. Mi? Semmit. De a rendőrség annál többet. És ha nem akarod, hogy esetleg már holnap reggel rendőrlegények cipeljenek ki az ágyadból, úgy nagyon ajánlom, sietve mondd meg, hol akarsz ma este találkozni. Fenyegetsz? Kérdezte Jack a dütől remegve. Harry vállat vont. Miattam elvihet az ördög. A legjobb barátod vagyok, Jack. Igaz, hogy fukar kutya vagy, mert miattad ugyan éhen dögölhetnének régi cimboráid. Te szépen magadhoz vetted az aranyakat és meglógtál tőlünk. Mit tehetek arról, hogy ti eldorbézoltátok a pénzeteket? Összetett kézzel rimánkodtam, hogy ne dűljetek bebörtnek. Hagyjuk ezt, Jack. Nem erről van szó. E pillanatban az a helyzet, hogy veszélyben forog az életed, rendőrök köröznek a régi gyilkosságért, és ebből a bajból egyedül én tudlak megmenteni. Holnap este hálákodva fogsz a nyakamba borulni, ha megtudod, hogy mit tettem érted. Borzasztó. Nyögted. Harry megvetően nézte végig. Mit nyöszöröksz? Úgy látszik, a házasságodban nagyon elpuhultál. Az előtt nem voltál ennyire ijedős természetű. Szóval miben maradunk. Hol találkozunk holnap este tíz órakor? Légy a kínai negyedben. Fucsang kocsmájában. Rendben van, öreg fiú. Azt hiszem, nagy szemeket fogsz mereszteni. De nem leszel kellemetlenül meglepetve. Ellenkezőleg hehe, -he, no, majd meglátod. Harry sietve távozott a bárból és magára hagyta a megrökönyödött, lelke mélyéig felindult Jacket. Harmadik fejezet Jack nehéz szívvel indult el hazúról. Rossz sejtések gyötörték. Érezte, hogy egyszerre vége szakadt eddigi derűs életének. És Lilian is milyen különösen viselkedett. Mintha csak megérezte volna, hogy valami titokzatos baj felhője borong a házuk felett. Doromboló, hízelgő és simuló kis asszonyka volt, a két karjával félősen és erősen ölelte magához. Maradj itthon, Jack! Kérlelte. Nem lehet, szívecském. Fontos tanácskozásom van. Ma olyan nem szívesen maradok itthon egyedül. De hát miért? Nem tudom. Mintha az egész világ megváltozott volna körülöttem. Sírni és nevetni szeretnék egyszerre. Ideges vagy. Túlságosan boldog vagyok, Jack édes, aranyos, jó kis uram. Nono, csak nem akarsz szerelmet vallani. Öreg házasok vagyunk már. Nagyon is fiatalok, Jack. Annyira, hogy én azt hiszem, csak most kezdődik az élet. Te persze már közömbös, dörmögő medvelettél, nem törődsz a kis feleségeddel. Azt sem kérdezted meg tőle például, hogy hol volt ma délután. Bevásároltál. Ha egy asszony sétálni megy, feltétlenül pénzt ad ki. Lilien nevetett. Eltaláltad, csak ugyan pénzt adtam ki. De amit ezért vásároltam, annak te éppen úgy fogsz örülni, mint én. Mert az minden pénzt megér. Ejnye már! Kíváncsivá teszel! De Lilian duzzogott. Nem is igaz. Nem is érdekel, amit mondok. Nem figyelsz rám. De kis szívem, ne haragudj! Valóban ideges vagyok egy kicsit. Tudom, tegnap óta figyellek. És éppen most? Kicsikém, éppen ezért légy belátással, és ne feszítsd még jobban kimpadra az idegeimet. Lilian váratlanul sírva fakadt. Ó, milyen rossz vagy! Éppen most beszélsz velem ilyen ingerülten. Jack azt hitte megbolondul. Tükön állt. Harry már várja a kínai kocsmában. Az ég tudja, micsoda szörnyűségeket fog még ma este megtudni. És ez a csacsinő, akinek nem meri elmesélni, hogy micsoda orkám fenyegeti csendes kis fészküket, kényeskedik és találós mesékkel idegesíti angyalom, mondotta, végtelenül fontos, talán egész életemre kiható ügyben van találkozóm. Könyörülj rajtam és áruld el végre, hogy miről van szó. De igazán örülni fogsz neki. Igen, esküszöm, ha akarod. Hát én ma délután orvosnál voltam. Jack nagyon ostoba arcot vágott. De hiszen én nem is tudtam, hogy beteg vagy, dadogta nem akartam neked szólni, amíg nem szereztem bizonyságot. Kis gyermekünk fog születni, Jack. A nagy, vasgyúró férfi felrikoltott örömében, ölébe kapta feleségét és össze-vissza csókolta. Drágám! Milyen boldog vagyok! És mégis itt hatsz! El tudsz ma menni! Éveket adnék az életemből, ha veled maradhatnék. De ez halaszthatatlan. Miről van szó? Nem beszélhetek róla, Lilian. Most különösen nem, hiszen minden izgalomtól kímélni akarlak. Valami baj? Kérdezte elsötétülő arccal Lilian. Ó, nem. De tudod, egy újabb, nagy vállalkozás és kabalából sem helyes, ha az ember készülő dolgokról beszél. Elsietett hazúról és autóba vágta magát. Fél órával később már ott volt Fucsang kocsmájában. Harry már várta. Azt hittem, nem jössz, mondotta kissé gúnyosan. Rosszul tetted volna. Nem is tudod, hogy mennyire szorul már a hurok a nyakat körül. Legfőbb ideje, hogy mentsd a bőrödet. Jack gyanakodva nézett végig Herrin. Nem tetszel nekem, fiú. Amit mondasz, egyre jobban kezd a zsaroláshoz hasonlítani. Megőrültél. Mikor beléd botlottam tegnap, még úgy beszéltél, mint akit üldöznek, aki maga is nagy bajban van. Most pedig már nem is beszélsz magadról, csak rólam. Harry vállat vont. Megbocsás, bármennyire szeretlek, olyan őrült még sem vagyok, hogy a te gyilkosságodért én üljek a villamos székbe. Engem is üldöznek, mert a rendőrség még nem tudja, hogy közülünk tulajdonképpen ki volt a tettes. De van valaki, aki ezzel tisztában van és aki jelentkezett. Ki az? Mindjárt megtudod, vele van találkozónk. Az ajtó nyílt. Harry felugrott. Már itt is van. Mormogta. Magas, napbarnított nő lépett be. Ez a nő talán csinos is lett volna, ha arca nem lett volna túlságosan durván kifestve és mozdulataiban, öltözködésében nem ütközött volna ki a nőiességét már régen levetkezett kalandornő. Peci! Hördült fel Jack. A nő igyekezett nagyon nyájas arcot vágni. A parfümje azonban olyan émeítő és erős volt, hogy Jack valósággal rosszul lett. Ez a találkozás teljesen feldúlta. Mintha kísértett elevenedett volna meg. Halló, Jack, hát nem örülsz nekem! kérdezte Peci, és biztatóan nevetett. Jack szólni sem tudott! borzadva várta, hogy mit fog hallani. Peci megvető tekintettel mérte végig. Szóval így fogadsz! Ennyit érnek azok a forró, szerelmes szavak, amelyeket a lyukon mellett súgtál a fülembe de jobb is így, legalább hidegen és érzelmeskedés nélkül beszélgethetünk. Nekem semmi elszámolni való nincsen veled szemben, Peci. A nő szeme fellángolt. Veszedelmesen hasonlított egy ágaskodó, marásra kész viperához. Ezt mered mondani? Hát kitett engem tönkre? Ki miatt lettem földönfutó koldus? Kiért ültem félesztendeig az ohájói rendőrség börtönében? Mindenről nem tehetek. Ezt mered mondani? Hát majd felújítom az emlékező tehetségedet. Jól tudod, hogy Burton milyen gyilkos féltékenységgel vigyázott rám, és te mégis egyre csak körülötte mólákodtál. Tetszettél nekem. Ez csak nem bűn. De egy újjal sem nyúltam hozzád. De csábítottál. Telebeszélted a fejemet mindenféle hízelgő és ravasz ígérettel. Azt mondtad, szökjem meg Börtntől és feleségül veszel. Mered tagadni? Megszédültem. Az ember sok mindent fecseg, ha asszony nélkül él esztendőkig egy elátkozott sivatagban, s egyszerre eléje toppan a nő. De a szavaknak erejük és következményük van. Megszöktem miattad Börtntől. Emlékezz, azon a végzetes reggelen hozzád mentem, ellopóztam a többiektől. Hozzád mentem, mert szerettelek, mert elcsábítottál. A többit jól tudod. Burton észrevette, hogy nem vagyok az autón, és utánam jött. Ott talált melletted. És erre te elelőtted. Megölted azt az embert, aki a világon a legjobb volt hozzám, aki bőkezően gondoskodott rólam. És mit tettél a gyilkosság után? Meglógtál. Ott hagytál a holtest mellett, nem törődtél tovább velem. Gyáva, hitvány ember vagy, Jack. Jack viassárga arccal hallgatta a rettenetes szavakat. Jól tudta, hogy kérlelhetetlen, szörnyű ellenséggel került szembe. És bár még nem tudott bizonyosat, egyre határozottabban látta, hogy Harry az asszony cinkosa. Miért hallgatsz? Ugye most torkodra forrasztottam a szót? Mondta folytott hangon Peci. Jól tudod, hogy mindez hazugság. Válaszolta nyugalmat erőltet Vegyek. Burton revolverrel támadt rám, és én csak önvédelemből lőttem vissza. Ezt majd a rendőrségen ad elő, ahol én leszek annak a tanúja, hogyan történt a dolog. De te nem csak Burton életéről tartozol számot adni, hanem az enyémről is téged sem hagytalak el. Amikor láttam, hogy Burton elesett, a barátaimhoz rohantam, mert számolnom kellett azzal, hogy Burton bandája rám támad és segítséget akartam hozni. Amikor később a sziklához visszatértem, már sem te, sem Burton holteste nem volt ott. Az autókon ülők meghallották a lövéseket és utánunk jöttek. Mikor látták, hogy mi történt, a halottat velem együtt feldobták a kocsikra és elrobogtak. Bár inkább ott a helyszínen ízekre téptek volna. Irtózatos tortúrákon mentem keresztül napokon át. Ostoroztak, gúzsba kötöztek, mézzel kentek be és szúnyogokkal maradtak, mert azt mondták, hogy miattam halt meg börtön csak azért nem öltek meg, mert megesküdtem a feszületre, hogy semmiről sem tehettem, erőszakkal csábítottál el és rimánkodásom ellenére lőtted le Börtnt. Jack sötéten nézett maga elé. Most mit akarsz? Miért mondtad el mindezt? Csak hallgass tovább, Jack. Tudd meg minden részletében, hogy mi történt. Börtn után tekintélyes vagyon maradt. Ennek nagy része engem illetett, hiszen engem tekintett feleségének és még életében mindent nekem ígért. A fiúk egy része méltányos is volt, de Fredrik, az a magas, vörös óriás, akire bizonyára emlékezni fogsz, dühöngött, hogy nem hagyja magát megrövidíteni. Ő jelentett fel később a rendőrségen. Azt állította, hogy én öltem meg Burton-t. Elfogtak. Hónapokig faggattak, kínoztak természetesen megmondtam az igazat. Hogy nem én lőttem le, hanem te. Irtózatos. Hördült fel Jack. A vérebek természetesen nem csak utánat szimatolnak, hanem engem is keresnek, vetette közbe Harry. Fredrik azt hazudta, hogy Börtnek sokkal több pénze volt, de mi kiraboltuk. Közösen végeztünk vele, hogy így szerezzük vissza a pénzünket, melyet elszedett tőlünk. Ismerem a rendőrséget. Hiába vagyok ártatlan, nem szeretek a kezükbe kerülni és siettem továbbállni. Mindenáron találkoznom kellett veled, mert egyedül te igazolhatod, hogy mi, többiek egészen ártatlanok vagyunk. Most, hogy előkerültél, nem bánom, ha le is tartóztatnak, a szembesítésnél majd szemedbe mondom, hogy ami történt, azért egyedül csak te vagy felelős. Igaz, peci. Ez így van, Jack. Jack úgy érezte, hogy rászakadt a világ. Összedőlt a kisfészek, amelyet annyi szeretettel épített, és amelyről azt hitte, hogy védelmet nyújt az élet viharaival szemben. És éppen most, mikor Lilian elárulta az édes titkot, hogy anyának érzi magát de hiszen a rendőrség még nincsen nyomomban, és ha idejekorán hajóra szállok, és Európába menekülök, dadogta félhangosan, mintha magával vitatkozna. Peci gúnyosan nevetett. Milyen kedves vagy! Csak a magad bőrére gondolsz. És mi lesz velünk, akikkel szemben felelősséggel tartozol? És mindenek előtt természetesen velem. Börtnt már nem támaszthatjuk fel, neki szegénynek egészen mindegy, hogy téged villamosszékbe ültetnek-e, vagy nem. De én élek és számon kérem tőled mindazt, amit tettél. Elcsábítottál, megölted a férfit, aki támaszom volt és aljasul továbbáltál. Duskákodsz a pénzben, mi alatt nekem a legnagyobb gondjaim vannak. És amit Börtntől örököltél. A fiúk két év alatt elspekulálták az egészet. Bevittek mindenféle gyalázatos üzletbe, és elúztatták az utolsó centet is. A vesztemet akarod, Peci? Semmi okom sincsen, hogy kíméljelek. De mégsem akarlak elpusztítani, Jack. Én nem felejtek olyan könnyen, mint te. Még mindig szeretlek. Végy el feleségül. Lehetetlen, Peci. Megnősültem. Váj el. Magyarázd meg az asszonnak, hogy az életet függ ettől. Szeretem a feleségemet. Ne kívánj lehetetlent. Peci bólintott. Természetesen tudtam, hogy nős vagy és el voltam készülve a válaszodra. Azt is tudom, hogy bőven van pénzed. E pillanatban ez a legfontosabb két napon belül fizes le 50 ezer dollárt és futni hagylak. Jack körül elsötétedett a világ. Összesen nincsen ennyi pénzem. Kiáltotta kétségbe esetten. Peci vállat vont. Hitelképes, jó hírű polgár vagy, akinek nem nehéz némi hitelt is szereznie. Érdemes kissé megerőltetned magadat, hiszen az életedről van szó. Ha a pénzt megkapom, egyszerre meg fog javulni az emlékező tehetségem. Hajlandó vagyok veled elmenni a közjegyzőhöz, és ott jegyzőkönyvbe mondom, hogy Börtön életveszélyes fenyegetéssel kényszerített arra, hogy azon a végzetes reggelen hozzád osonjak. Mint hogy tőled nem tudta elszedni a pénzedet, mint a többiektől, ezt a pokoli tervet eszelte ki. Az volt a terve, hogy mikor javában nyájaskodsz velem, hirtelen elénk toppan és revolverrel kényszerít arra, hogy fájdalomdíj fejében, amiért elcsábítottál, add át a pénzedet. Ha védekezel, golyót röpít beléd. Felfogják menteni, mert bizonyítani fogom, hogy csak így tudott megmenteni erőszakoskodásaitól. Nos, mit szólsz, Jack? Jóval lomás, ha ez a vallomás, amelyet természetesen élő szóval a rendőrség előtt is meg fogom ismételni, a zsebedben van, akkor semmi bántódásod nem lehet. 50 ezer dollár. Kétezret adok, Peci. Ez a legtöbb, ami tőlem telik. Légy belátó. Peci felnevetett. Ilyen kevésre értékeled az életedet. Csak 2000 dollárral vagy hajlandó megváltani. Ne fukarkodj, öreg! Földön koldussá akarsz tenni. Képtelen vagyok előteremteni ezret. Még tízet sem. Ej, ne hazudj! Vágott közbe Harry. Negyven ezer dollárod volt, mikor meglógtál tőlünk, és azóta is csak szereztél valamit. Te is ellenem vagy? Kérdezte keserűen Jack. Mit vétettem neked, Harry, hogy így bánsz velem? Kénytelen vagyok azonosítani magamat Pecivel. Mindhogy te cserben hagytad és nem törődsz vele, mellé álltam és ha ezt az ügyet lebonyolítjuk, feleségül veszem. Jack szája megvonaglott. Nehezen tudott uralkodni magán. Rettentő indulat hajtotta, hogy előkapja revolverét és golyót röpítsen a két elszánt zsarolóba. De hát erről szó sem lehetett. Összes felhajtható készpénzem legfeljebb három, négy ezer dollár. De ez is napokig tart, amíg előteremtem. Amin volt, a házba, kis birtokba és értékpapírokba fektettem. Nem érdekel. Válaszolta ridegen peci. A te gondod, hogyan teremted elő a pénzt? Mégpedig minél előbb. Tette hozzá Harry eleget szenvedtünk miattad, ideje, hogy kárpótolj bennünket. Negyedik fejezet Jack maga sem tudta, hogyan került ki az utcára. Szédült, támolygott, a gyomra kavargott. Vad, kétségbe esett gondolatok kergetőztek agyában. Nem volt éppen gyenge idegzetű, aki tíz évet tölt Amerika legkopára sziklamezőin, mindenre elszánt kalandorok között, nem igen szokott megijedni az árnyékától. De ez a kelepce olyan pokolian ügyesen volt felállítva, és annyira menthetetlennek látszott, hogy Jack elveszettnek érezte magát. Számolgatni kezdett. Vagyona, ha mindent a legjobban pénzét esz, legfeljebb 40 ezer dollár. Rendes jövedelme van, de hogy ennek folytonosságát biztosítsa, ahhoz feltétlenül szüksége van tőkéjére. Ha eladja házát, papírjait, kis gazdaságát, akár főbelülheti magát. Talán ez is lenne a legjobb. Ilyen kutyaszorítóban nem igen van más megoldás. Tegnap talán még ő is ezt a megoldást választotta volna. De ma már nem lehet. Az ő életéhez már egy harmadik embernek is joga van. Az egyik utcában hirtelen eszébe jutott, hogy itt van az a játékkaszinó, ahová már sokszor próbálták felcsalogatni. Ebben az alig beszámítható, teljesen feldult idegállapotban az az ötlete támadt, hogy felmegy és játszani fog. Rajta már csak a véletlen segíthet. Amikor elment hazulról, néhány száz dolláros tett a zsebébe. Számított arra, hogy kisebb zsarolást kell leszerelnie, és azt hitte, hogy ehhez elég lesz 4 dollár is. Hát, ha ezzel a pénzzel megnyerhetné az egész összeget? Vagy csak 20 ezer dollárt? Ha ennyi készpénze van, úgy kétségtelenül lehet alkudni a zsarolókkal. Az agyonhajszolt, kétségbe esett ember hisz a csodákban. Jack úgy fordult be a játékkaszinó kapuján, mint egy részeg. A féle gyanús, harmadrangú hely volt ez, ahol a város legkétesebb elemei szoktak megfordulni. Hivatásos felhajtók, az úgynevezett slepperek ide szokták elcsalni áldozataikat, ahol kérlelhetetlenül kifosztották őket. A helyiség már tele volt. Nehéz, meleg és folytó füst feküdt meg mindent. Kínai és Néger lányok olcsó, rikító ruhákban fél dollárosokat koldultak a játékosoktól találomra az egyik asztalhoz lépett, és néhány bankjegyet dobott a szennyes zöld posztóra, amelyen zsíros, mocskos nyomokat hagyott a játékosok tenyere, amint izgulva és izzadva nyomkodták az asztal tetejét. Nyert! Mintha hirtelen levegőhöz jutott volna fuldoklásában. Most már meg volt győződve, hogy a szerencse melléje szegődött. Újra felrakott 50 dollárt. Megint nyert. Száz dollár nyereség, alig két perc alatt. Valaki meglökte. Halló, Jack, no végre, mégiscsak ide dugtad az orrodat. Joe volt a szomszédjuk. Jack kerülte a hírhet naplopó társaságát. Ő volt az, aki már régebben csalogatta Jacket, hogy jöjjön bele a játék kaszinóba. Joe már be volt rúgva. A szeme fény lett, a nyelve kissé nehezen forgott. Látom, hogy nyersz Jack. Ezután nekem pörszent jár. Én mondtam, hogy gyere fölkártyázni. Ezt tanúsítanod kell az igazgatóság előtt is. Menj a fenébe! Kiáltotta haragosan Jack, és nem éppen barátságosan félrelökte. Babonás és ideges volt, mint mindenki, akit megejt a játékláza. 200 dollárt tett és megint nyert. A teremben lévők kezdtek egymásra kacsingatni. Titkos táviratok és üzenetek röpködtek. Jack nem vette észre, hogy egyre szorosabb gyűrűt formálnak körötte. A beavatottak már gúnyosan röhögtek. Tudták, hogy Jacket el fogják készíteni. Fél órán belül Jack három ezer dollárt nyert. Remegett a felindulástól. Három ezer dollár, Ennyi pénzért kerek egy esztendeig törte a köveket és szitálta a lyukon vizét. Egy fiatal kínai lány gyengéden megérintette a karját. Így áll egy kis hűsítőt, uram. Jeges naranklé. Remek. A terem egyik láthatatlan sarkába húzódva, mint a zsákmányra leső pók, bikanyaku óriás állt és a szemével irányította a kínai lányt, aki néha lopva feléje nézett. Jack GPS mozdulattal nyúlt a pohár után, és egyetlen kortyra kívta. Az óriás arcára elégedett mosoly torzult. Adj pénzt! Tolakodott Joe újra Jack mellé. Jack egy tíz dollárost hajított hozzá. Piszkos kutya! Dörmögte Joe és feltette a pénzt. A másik percben már el is vesztette. Legalább százat adj! Követelődzött újra. Jack, aki éppen 200 dollárt vesztett, és ezt annak tulajdonította, hogy Joe megzavarta, szó nélkül a kellemetlen kibic arcába vágott. Joe felordított, késéhez kapott, de a körülállók lefogták. Három ember már hurcolta is kifelé. Ezt megkeserülöd. Kiáltotta tajtékozva Jack felé. Jack nem törődött vele. 500 dollárt rakott az asztalra. Az óriási tét nagy feltűnést keltett. A többiek már alig játszottak. Őt figyelték. Nyert! A kínai lány újabb pohár narancslét itatott meg vele. Éjféltájban 3700 dollár volt a nyeresége. Érezte, hogy a szerencse hozzászegődött, és tovább akart játszani. De érthetetlen kábulat fogta el. Halálosan fáradt és álmos volt egy rokonszembes arcú fiatalember, aki már régebben melléje sodródott, mosolyogva jegyezte meg. Vigyázzon, ne játszon tovább. Túlságosan fáradt, pihenjen egy kissé. Ismeri a kaszinó helyiségeit. Ma vagyok itt először. Nagyszerű pihenő szobák vannak. Fél órai cigarettázás után szenzációs erőben lesz újra. Ha megengedi, hogy oda kalauzoljam. Igen, jó lesz. Dadokta Jack. A sarokban álló óriás mosolya elégedett vigyorgássá szélesült, mikor látta, hogy a fiatalember és a kínai lány kitámogatják a teremből Jacket. Egy fél homályos, piros bútorú szobába vitték. Jack görcsösen szorongatta a zsebébe gyűrté dollárokat. Az öntudata kezdett kihagyni. Haza! Vigyenek ki! Nyöszörögte. De azok egyszerűen a kerevetre dobták. Rémületes víziók rohanták meg. A kerevettel szemközti függöny lassan szétnyílt, és a halott Burton lépett ki onnan. Rettentő ökleit fenyegetőleg rázta és ráordított. Ide a pénzzel, kutya. Jack felordított és elvesztette az eszméletét. Mikor két órával utóbb magához tért, az utcán feküdt, San Francisco valamelyik ismeretlen, elhagyott helyén, ahol még sohasem járt. Fogalma sem volt, hogyan került ide. Csak lassan kezdett benne derengeni, hogy mi történt. A zsebéhez kapott. A dollárok eltűntek. Minden, az 500 dollár is, melyet délután magához vett. Nem lehetett kétsége. Lejtatták, azután kifosztották és titokban, zárt autón elcipelték ide a külvárosba. Késő éjjel van. A szerencsétlen asszony otthon már könnyek között várja, és nem tudja elképzelni, hogy mi történhetett. Hogyan menjen haza? Hogyan magyarázza meg ezt a borzalmas napot? Hogyan mondja el, hogy őt gyilkosként üldözik és hogy az éjszaka kirabolták? nagy erőködéssel feltápászkodott és néhány lépést tett. Olmos tagjai alig akartak engedelmeskedni. Nagy nehezen mégis elvánszorgott egy taxi állomásig. Alig tudta a szofőrnek megmondani a lakása címét. Ötödik fejezet Lilian már nem tudta, hogy mit gondoljon. Férjének régen otthon kellett volna lennie tíz óra elmúlt és Jack sohasem szokott este egyedül elmaradni. Mi történhetett? Lilian egyre idegesebb lett. Rémképek gyötörték. Már napok óta gyanúsnak találta feltűnő szórakozottságát. A titok az a sötét, kifürkészhetetlen pont, amelyről nem akart beszélni és amelynek félelmes titka a lelkén rágódik. Valahogyan feltámadhatott sírjából a múlt, valami történik a háta mögött, és ezzel függ össze Jack késedelmezése. 11 óra. Lilian sírva fakadt. Micsoda kíméletlenség, éppen ma, amikor olyan édes hírt közölt vele, nem szabadna Jacknek ennyire kíméletlennek lennie. Ha akadályozva van, legalább telefonált volna. A gyötrelmes türelmetlenség egyre inkább aggodalommá vált. Lilian felugrott és hisztériásan öltözködni kezdett. Elhatározta, hogy a rendőrségre siet. Jacket feltétlenül baj érte. Az előszoba csengője élesen berregett. Lilian felsikoltott. Érezte, hogy most jön szerencsétlenség. Nem Jack érkezett. Néki kulcsa van, nincsen szüksége arra, hogy csengessen. Szívdobogva, haloványan ment ajtót nyitni. Meglepetten tántorgott hátra. Joe a részeges szomszéd vigyorgott rá. Csupa kihívógúny, gúny, kajánkár öröm volt a tekintete. Mit akar? Mit keres itt? Kérdezte meghökkembe Lilien. Ó, semmi különöset, szép asszony. Csak jó estét akartam kívánni. Meg akartam kérdezni, hogy nem unatkozik-e. Megőrült. Takarodjon, részek fráter. Kiáltotta megbotránkozva Lilian. Megyek március. De ne legyen ennyire barátságtalan. Én csak meg akartam kérdezni, hogy tudja-e, hol mulat a férje. Jó lesz, ha megnézi a zsebeit, amikor hazajön. Sok pénzt nyert a Jimmy kaszinójában. Gratulálok. Finom firma az ura úgy iszik, mint a kefekötő és kínai lányokkal ölelkezik. Nem igaz. Sikoltotta Lilien. Nem igaz. Saját szememmel láttam. Látja ezt a kék foltot a szemem alatt. Ő kente oda, mert el akartam venni tőle a lányt. Azt mondtam neki, menj haza a feleségedhez, erre ököllel esett nekem. Lilien végig simította homlokát. Rettenetes, van ennél rettenetesebb is, én mondom. No, de mi közöm hozzá? Csak imádkozzon, hogy reggelre élve kerüljön haza abból a lebújból. Az Isten szerelmére!-sikoltotta Lilien. Legyen irgalommal, Joe! Vigyen oda, haza akarom hozni! A vén bandita csak erre várt. Vállát vonogatta. Nem olyan nőnek való az, mint maga. És Jack részeg. Magát is megveri, ha oda megy. Könyörgöm, menjünk. Mit akar? Pénzt? Húsz dollárt. Megkapja. Csak vigyen. De esküdjön meg, hogy nem árul el. Jack agyonütne. Esküszöm, megvédem, csak siessünk. Lesiettek a lépcsőn. Joe sugárzott az elégedett széktől. Most alaposan megfizetett Jacknek. A kaszinótól néhány lépésnyire állították meg az autót. Joe felmutatott a kivilágított ablakokra. Ez az. Most már menjen egyedül, ha kedve van. Én nem mutatkozhatok a maga társaságában. Lillian szíve a torkáig dobolt. Iszonyúan félt. De azért hősiesen benyitott a kapun. A portás közönyösen bólintott. Megszokta, hogy éjfél után magányos nők szállingóztak fel a játékterembe. Nem nagyon szigorúan vették a személyazonosságot. Elegendő volt, hogy Joe, a régi vendég sokat mondóan intett neki. Lilian félelméhez gyermekes csodálkozást társult. Még sohasem látott ilyen helyet. Mellette szemérmetlenül ölelkezett egy kövér, durva külsejű férfi az egyik pincérlányjal. Néhányan utána is fordultak, csodálkozva néztek rá, valami megjegyzést is tettek, amit azonban nem értett. Találomra botorkált előre, aggódva forgatta fejét, egyre nagyobb rémülettel gondolt arra, hogy Jack ezen a förtelmes helyen van. A játékteremben úgy érezte, hogy egyszerre testet öltött minden ocsmányság, melyről valaha is hallott vagy olvasott. A játékasztal előtt tolongó, visszataszító arcú férfiak és olcsó szerelmet kínáló nők, akik ott keringtek a zöld posztóra hulló pénz körül, a pénz szüntelen gurulása, a játékosok hörgészerű hangjai, ahogyan a szerencse fordulását kísérték, rémületesen hatottak rá. Lilian körül forgott a világ majd nem elájult a borzalomtól. Lehetséges ez? Ilyen helyre jár az ura. De hát mi történhetett Jackkel? Micsoda szörnyűségek hajthatták ide? Alig tudta visszafolytani a könnyeit. Szepegett, mint egy kisgyermek, és legszívesebben mindenkihez odafordult volna megkérdezni, bácsi kérem, nem látta a férjemet. De a világért sem mert senkihez sem szólni. Olyan furcsa, mohó és ijesztő tekintetek meredtek rá mindenfelől, hogy szinte elsüllyedt zavarában és lámpalázában. Borzalmas veszőfutás volt ez a keresgélés. De Jack nem volt sehol. Arra gondolt, hogy Joe talán becsapta, kegyetlen és buta tréfát csinált. De a terem végéből nyíló ajtó mögül részeg üvöltözés, hangos, duhajos ének, női vihogás hallatszott. Ott is kell valaminek lenni. Ment tovább találomra. Átvergődött vagy három-négy szobán, és egyszerre csak zárt lépcsőházban találta magát. Homályos, rosszul világított hely volt, habozva és tanácstalanul állt meg az egyik oszlop mellett. És akkor valami rettenetes dolgot látott. A lépcsőházra nyíló egyik szoba ajtaja kinyílt, és négy ember egy eszméletlennek látszó férfit hurcolt lefelé a lépcsőn. Lilien megdöbbenve, földbe gyökerezett lábbal húzódott az oszlop árnyékába, és onnan nézte a félelmetes és gyanús csoportot. Agyomberték és kirabolták. Villant át agyán. Azután egyszerre megtántorodott, elállt a szívverése, azt hitte szörnyet hal. A lépcsőház homályos lámpájának fénye éppen az áldozat arcára esett, és Lilian felismerte, Jack volt. Valami megmagyarázhatatlan életöztön visszatartotta az ajkára tolakodó sikolyt. Halálos rémületében is átvillant agyán, hogy ha elárulja magát, úgy ő is Jack sorsára jut csak nézte üvegesedő szemmel, hogyan viszik szerencsétlen urát a gyilkosok és mikor eltűntek a lépcső alsó kanyarulatánál, ereje elhagyta, megtántorodott és elvágódott. Gúnyos női arc hajolt föléje. No, mi az? Részeg vagy? Gyere, majd felsegítlek. Egy kínai lány volt. Lilian, aki szinte tébolyult volt a borzalomtól, írtózva mutatott a kiárat felé. Mit csináltak vele? Hová vitték? Megölték. A kénai lány durván felnevetett. Ne féltsd! Egy kis kábítóport adtam be neki, és visszaszippantották tőle a pénzt, amit nyert. Ilyesmi nálunk nem létezik. Innen nem visz el pénzt a pasas. Elviszik valami kapu alá, jó messzire a kaszinótól, és ha majd kiúzanodik, szépen hazamegy. Te persze új lány vagy. Nem ismered a szokásokat. Először látlak. Ki hozott ide? Joe? Részeges disznó. Azt hiszem, hogy a gazda felhajtója. Hogy kerültél ide? Ez tilos hely, csak azok jöhetnek ide, akik a gazda bizalmasai. Véletlen. Valakit kerestem. A kínai lány homlokát ráncolta. Baj, nagy baj. Segíts elmenekülnöm. Nem akarok itt maradni. Mutasd az utat. Ne mozduljon. Durva férfi hang rivalt rá. Két méter magas, szörnyű izomóriás állt előtte. A kínai lány mikor megpillantotta, úgy eltűnt, mint az árnyék. Mit szimatolt itt? Ki után szablászik? Én, én játszani jöttem. Mr. Joe hozott. Hazudik. Nem is volt a játékteremben. Kémkedni jött. Azok a nők, akik hozzánk járnak, nem így néznek ki. Nem ilyen zöldek a félelemtől, nem reszketnek, ha rájuk néz az ember. Elég volt a hazudozásból. Miért van itt? A férjem után jöttem. Ki a férje? Hogy hívják? Lilian sírva fakadt. Miért faggat? Mi köze van hozzá? Én haza akarok menni. Az óriás fenyegető mozdulattal állt eléje, és élesen a szemébe nézett. Mióta áll itt? Talán egy perce sincsen, eltévedtem. Az óriás kegyetlen gúnyjal nézett végig rajta. Hogy dadog? Még nem tud jól hazudni. Az igazság az, hogy lesben állt és mindent látott. Nem. Tanúja volt, mikor azt a részek frátert elcipeltük. És ha most elengedjük, rohan a rendőrségre és feljelent bennünket. De nem. Miféle biztosítékunk van erre? Nevezze meg magát, különben egy tapottat sem mehet innen. Ha tudjuk a nevét és címét, akkor módunk van árulás esetén megbosszulni magunkat. De őrültség volna elengedni anélkül, hogy tudnánk kicsoda. No, beszéljen! De figyelmeztetem, ne hazudjon, mert úgy is ellenőrizzük, hogy igazat mond-e. Öreg fiúk vagyunk, bennünket nem lehet az orrunknál fogva vezetni. Tehát a neve Jack Houston-né a 40. utca 37-es szám alatt lakunk. Az óriás arca megrándult. Hm. Érdekes. De ilyen nevű vendégünk nincsen. Ma este itt volt. Egészen bizonyos, hogy ide jött. Lehet. Majd érdeklődni fogok. Egyelőre menjen abba a sárga szobába, amelynek nyitva van az ajtaja. Meg kell várnia, amíg emberei utána járnak, hogy csak ugyan valódi nevet és jó címet mondotte. Ne próbáljon ellenállni. Sajnálnám, ha erőszakhoz kellene nyúlnom. Lilien félig holtan támolygott a szobába, amelynek ajtaja bezárult mögötte. Hatodik fejezet. Egy óra múlhatott el. Lilien kimondhatatlanul szenvedett. Már ezerszer megbánta, hogy Jack után jött. Idegei a pattanásig feszültek, és ebben a túlérzékeny állapotban élesült füllel hallotta, hogy a szomszédos szobában suttogva beszélgetnek. De a szavak értelmetlen hangfoszlányokká váltak, nem tudta kivenni értelmüket. Mégis úgy rém előtte, és erre esküdni mert volna, hogy többször emlegették a Houston nevet. Tehát róla beszélnek, kik lehetnek a rejtélyes emberek. Miért tartják fogságban? Mit akarnak tőle? Az ajtó váratlanul kinyílt, és egy nő lépett be rajta. Látszott, hogy elegáns szeretne lenni, de ez sehogy sem illett durva lényéhez, közönséges mozdulataihoz. Lilian néma csodálkozással várta, hogy mit akar. Mrs. Houston. Kérdezte a nő. Az vagyok, a rejtélyes látogató széles mosolyra húzta a száját, mint aki nagyon finom és kedves akar lenni. Kérem, Mrs. Houston, ön most nagyon fog csodálkozni, ha bemutatkozom. Ugyanis engem is Mrs. Houstonnak hívnak. Mrs. Jack Houstonnak, akár csak magát. Lilian egy árnyalattal még sápadtabb lett. A férjeink névrokonok talán. Rebekte elképedve. Nem, kedvesem. Sokkal furcsább dologról van szó. Azonosak? Jack Houston isten és emberek előtt az én férjem. Nem, ez lehetetlen. Kiáltotta magánkívül Lilien. Kicsoda ön? Hogy merészel ilyen vakmerően hazudni? Rendőrkézre juttatom. Csak csendesen kicsikém. Ez a hely egyáltalában nem alkalmas az ilyen hangoskodásra könnyen betömik a száját. Aljas némber! Tombolt tovább Lilien. Hogy meri megrágalmazni az uramat. A nő nyugodtan leült és vállát vonogatta. Hát ha ordítozni van kedve, azt sem bánom. Csak kiabáljon, ameddig bereked, majd akkor nekem is lesz néhány szavam. Ez a hidegvér megdöbbentettes zavarba hozta Lilient. Beszélhet most is. Akármit mondhat. Úgysem hiszem el egy szavát sem. Az nekem mindegy, kicsikém. Ha nekem nem sikerül, akkor majd meggyőzi a bíróság. Ó, éppen elég ideig tartott, ameddig megtaláltam a jó madarat. Beszéljen tisztességesebb hangon az uramról. Csak türelem, néhány perc múlva maga is másképpen fog róla vélekedni. Egy bigámiszta gyilkosról. Lilien felsikoltott és szinte őrjöngve vetette magát az ismeretlen nőre. Olyan erővel ragadta meg, hogy a hatalmas darab nő megtántorodott és majdnem hanyat vágódott. Hörögve, kapálózva szabadította ki magát. Még megfojt, ostoba vadmacska. Azt akarja, hogy agyon veressem. Csak egy csengetésembe kerül és többé nem hagyja elélve ezt a szobát. De sokkal okosabb, ha nyugodtan végighallgat. Honnan ismeri a férjemet? Már több, mint három éve kint találkoztunk a lyukon mellett, az aranyású telepen. Odavetődtem az akkori urammal és Jack elcsábított tőle. De ez nem volt elegendő. Lelőtte a férjemet. A nő sírva fakadt. Lilian sóbáványjá dermedve nézte egyszerre megvilágosodott előtte a nagy rejtély, a titok, melyről Jack olyan óvatosan hallgatott. Ó, és ha még csak ez a gyilkosság terhelné a lelkét. De a nyomorult, mikor végzett az urammal, engem is elhagyott holott megesküdött, hogy feleségül vesz. És én annak is tekintem magamat. Tanúim vannak, akik előtt a hitvesének nevezett. Megszökött, de mit jelent ez? Az esküje köti. Évek óta kerestem. Tegnap végre megtaláltam. Lilien agyában tébolyult táncot jártak a gondolatok. Hát ezért volt olyan ideges, szórakozott csek. Ez a találkozás dúlta fel annyira. Képzelheti, mennyire meglepődtem, mikor a nyomorult bevallotta, hogy megnősült. Ennél aljasabb és hitványabb módon még nem bántak elnővel. Egy pillanatig arra gondoltam, hogy lelövöm. De miért szennyezném be a kezemet a vérével? Majd elintézi a hóhér a villamos széken, ahová a gyilkosság miatt kerül. Ha látta volna, hogyan sírt, könyörgött, hogy kegyelmezzek meg neki. Hát jó, mondottam, futni hagyom, de nekem kártérítés jár a megszegett házassági ígéret és a miatta elszenvedett három pokoli esztendőért. Természetesen nem tévesztettem többé szem elől a találkozás után. Embereim figyelték, és tőlük tudom, hogy ide jött ebbe a kaszinóba kártyázni. Vesztett? Kirabolták? Kiáltotta Lilien. Mindegy, nyilvánvaló, abban a reményben jött ide, hogy kártyán nyeri meg azt a pénzt, melyet kártérítésül kértem. Mindjárt észrevettem, hogy nem nagyon akar fizetni. Ezért örülök, hogy a véletlen összehozott bennünket. Honnan tudta, hogy itt vagyok? Mellékes. Talán üzleti titok. Lehet, hogy annyira otthonos vagyok itt, hogy mindent közölnek velem. Ez nem tartozik önre. Most másról van szó. Átjön velem a szomszéd szobába, ott felveszi a telefonkagylót és tudomására adja a férjének, hogy mindent tud. Azután hozzáteszi azt is, hogy addig nem teszi be a lábát lakásukba, amíg férje a velem szemben fennálló tartozásának eleget nem tesz. Nem, ezt nem teszem, kiáltotta kétségbe esetten Lilien. A nő gúnyosan mosolygott. Ahogy akarja. Nekem van időm. Ráérek. De ettől a perctől fogva önfogoly és ezt a helyet nem hagyhatja el, ameddig ez a dolog nincsen rendezve. Ez erőszak? A rendőrségem fog érte felelni. Rendben van, asszonyom. De ez még mindig kellemesebb, mintha az embert gyilkosságért vonják felelősségre. Márpedig, ha Jack holnap reggelig nem tesz határozott fizetési ígéretet, és nem fizeti ki az első részletet, akkor délután már a rendőrség cellájában ül. És ebben magának is lesz egy kis része, amiért nem beszélte rá, hogy a lecsukatás helyett inkább a fizetést válassza. Lilian homlokát jeges verejték verte ki. Ez az asszony, úgy látszik, nem csak fenyegetődzik. Ha igaz, amit mondott és Jack valóban elkövette a gyilkosságot, akkor valóban semmiféle anyagi áldozat nem lehet elég nagy ahhoz, hogy életét megmentse. Igen, beszélni akarok a férjemmel. Dadokta. Még reménykedett. Abban bízott, hogy Jack, ha ártatlan, úgy bizonyára már a telefonba fogja mondani védekezését. Ebben a szörnyű pillanatban valóságos megváltásnak tűnt fel a lehetőség, hogy férjével beszéljen. Peci bólintott. Rendben van. Látom, hogy józanul kezdi mérlegelni a helyzetet. De figyelmeztetem valamire. Felvont revolverrel fogok állni az oldala mellett, és ha eszébe jutna elárulni, hogy itt van, vagy hogy kitől tudta meg a dolgokat, úgy abban a pillanatban keresztül lövöm. Erre esküszöm. Tehát nagyon vigyázzon a nyelvére. A telefon másik kagylóját természetesen fogni fogom, s így egész beszélgetésüket kihallgatom. Jól gondolja meg, nem csak a maga, hanem a férje élete is a kezemben van. Lilien megrendülve ment előre. Az egész olyan volt, mintha álomködökben járt volna, hihetetlen és hátborzongtató. Olyan mozdulatokkal tárcsázta le a telefonszámukat, mintha hipnotikus akaratnak lenne lélek nélkül engedelmeskedő gépje. Te vagy az, Jackie, itt Lillian. A telefon másik végéről örömkiáltás üvöltött fel. Jack egyszerre akarta belekiáltani mentségét, örömét, szemrehányásait és lihegő izgalommal kérdezte. Hol vagy, honnan beszélsz? Peci mereven, fenyegető pillantással nézett Lilienre. Kezében meglendült a revolver. Lilien később gyakran emlékezett vissza erre a borzalmas percre, és soha sem értette meg, hogyan tudta túlélni szörnyűségeit. Jack mondotta, és a hangja kényszeredett és elgyötört volt, nem megyek vissza hozzád, és nem mondhatom meg, hogy hol vagyok. Ne beszélj, nekem nincsen időm hosszabb beszélgetése. Ide hallgass! Mindent tudok. Mindent, hogy másnak ígértél házasságot, s hogy. A hangja elakadt. Jack kétségbe esetten üvöltött a telefon túlsó oldalán. Hazugság! Hazugság! Ordította. Peci parancsoló tekintettel meret Lilianre. Ne védekez, Jack! Azt is tudom, hogy te voltál az, aki börtnt. Megint nem tudta befejezni a mondatot. Hangosan felzokogott. És csak könnyeivel küzdködve, akadozva nyögte ki a szavakat, fizes ki mindent. Meg kell menekülnöd. Peci egy kézmozdulattal lenyomta a telefont. Az összeköttetés megszakadt. Köszönöm, mondotta. Ez rendben van. Visszamehet a szobájába, és ott kell bevárnia a fejleményeket. De hát mit akarnak tőlem? Mi lesz velem? Kiáltott az okogva Lilian. Peci vállat vont. Ez most kizárólag a férjétől függ. Attól, hogy milyen mértékben tesz eleget becsületbeli tartozásának. Hetedik fejezet. Jack úgy állt az elnémult telefon mellett, mint a villám sújtott. Lilian mindent tud. De hát honnan? Kitől? egyetlen magyarázat lehetséges. A zsaroló banda tagjai érintkezést kerestek Liliannel, mi alatt ő nem volt otthon és mindent elmondtak neki. Jack tehetetlenül roskadt egy székre. Úgy érezte, hogy összeomlott felette a világ mindennek vége. Mit ér most már, ha elő is teremti az ötven ezer dollárt? Lilient örökre elvesztette. Még most is fülében csengett a szerencsétlen nő idegtépő zokogása, a szinte őrjöngő fájdalom, ahogyan a telefonba beszélt. Micsoda aljas hazugságokkal mérgezhették meg a lelkét. És még csak nem is védekezhetett. Lilian nem hagyta beszélni. Ó, ennél kegyetlenebbül nem bántak még emberrel. Megbénult, képtelen volt gondolkozni, cselekedni. De mit is tegyen? a rendőrségre nem siethet. Találomra keresse Lilian San Francisco végtelen ház rengetegében. És ki tudja? Talán Peci és Harry el is rejtették, rávették, hogy szökjön meg tőle. A gazemberek jól tudták, hogy ez a legfájóbb, legsebezhetőbb pontja lelkének. Elő kell teremteni a pénzt. Ha fizet, akkor Peci hajlandó lesz bizonyos engedményekre, és talán megtudja tőle, hogy hová lett Lilien. De mi lesz azután? Holnap délben már koldulni mehet. Üzleteit nem tudja folytatni. Veheti megint a csákányt, és elindulhat ismét a lyukon felé. Csak hogy ahhoz már öreg. Gyötrelmes lassúsággal múltak az órák. Hajnalodott. Jack úgy érezte, hogy megfullad. Kiment a szobából és leült a lakása elé. A ház lakói már lassan ébredeztek. A munkások már pirkadatkor elindultak hazúról. Jack szórakozottan nézte az ablakok mögött kigyulladó lámpák fényét irigyelte a boldogokat, akik rendesen felöltözve, kimosakodva, megreggelizve sietnek munkájukra, örülhetnek a felkelő napnak, derűsen csókolhatják meg a búcsúnál az asszont, a gyermekeket és előre örülhetnek az esti viszontlátásnak. Neki mindebben többé nem lehet része. Üldözött vad lett. Talán csak órák kérdése és beteljesül végzete. Detektívek jönnek érte, és bekísérik a rendőrségre. Őrület, hogy ilyen nyugodtan ül, ahelyett, hogy összekapkodná értékeit és menekülne. Igen, ezt kellene csinálnia, ezt is cselekedte volna, ha mellette lenne Lilien. De nélküle fusson? Egyedül? Mi célja, értelme van akkor egész életének? A szemközti ablak lassan kinyílt, és Jóravasz vigyorgó feje bukkant ki rajta. Mit röhögsz? Kérdezte indulatosan Jack. Nonopajtás, csak semmi ugrándozás. Válaszolta Joe és vérrel aláfutott szemeit bárgyún Jackre mereztette. Nincs jogod haragudni. Tegnap este megvertél a kártyalebújban, én pedig fizettem ezért. Most kvittek vagyunk. Jack értelmetlenül nézett Jóra. Miben vagyunk kvittek? Hogyan fizettél? Hát abban, hogy beárultalak az asszonynál. Amint látom, nagyon mellére szívta a dolgot és kizárt az éjszakára. Kissé kényelmetlen lehetett itt ülni. De megérdemelted. Miért gyomroztál meg olyan kegyetlenül? És nagyot nevetett a sikerült gaztetten. De csak egy pillanatig tartotta jókedve a következőben már felordított rémületében, mert Jack mint a tigris ugrott fel, egyetlen ugrással átvetette magát az ablakon storkon ragadta joe -t. Ha megmukkansz, ha csak egyet is nyikkansz, a halál fia vagy. A szabadon maradt bajjával becsukta az ablakot és rettenetes arccal nézett Jóra. Beszélj! Hol láttad az asszonyt, mit mondtál neki? De az igazat mond, mert különben szétmorzsollak. Joe hörgött, fuldokolt. Ne nyomd a torkomat, őrült. Részeg voltam, meg akartalak tréfálni. Mikor hazajöttem, becsöngettem hozzád és megmondtam a feleségednek, hogy a kaszinóban vagy és rengeteg dohányjal fogsz hazajönni. Inkább köszönt meg, hogy szóltam, a szegény feleséged már halára volt rémülve, vörösre sírta a szemét aggodalmában, mert nem tudta, hogy hol vagy. És mit válaszolt, mikor beárultál? Összetett kézzel könyörgött, hogy kísérjem hozzád. Biztosan tudja, milyen fukar vagy, és nem akarta, hogy a pénzt eldugd előle. És te mit csináltál? Mit tehettem volna? Elvittem. Elvitted. Horkant fel Jack és a szemevérben forgott. Joe fulladozva védekezett. Bevitted a lebújba. Azt már nem. Megmondtam, hogy oda én vele be nem megyek. Csak megmutattam az épületet. Azt hittem, hogy majd a kapu előtt vár meg. Nem tehetek róla, ha magától bement. Irtózatos ökölcsapás zuhant a boldogtalan szájára. Véresen köpte ki egy meccőfogát. Jack nem törődött tovább vele. Visszarohant a lakásába kalapjáért és kabátjáért. A telefon csengetett. Női hang jelentkezett. Te vagy az, Jack. Hogy aludtál? Megizömöd a hangomat. Igen, én vagyok a te kis peccid. Reggel van. Remélem, gondolkoztál a dolgokon és leszel szíves megmondani, hogy hány órakor és hol adod át a pénzt. Jack a bajba jutott ember villámgyorsaságával gondolkozott. Mindenáron időt kell nyernie rendben van, mondta reketten, megkapjátok a pénzt. De csak este felé. Az egész napomat a pénzhajszolásra kell fordítanom. Rendben van. Hol és hány órakor találkozunk? Délután hatkor, ismét fucsan korcsmájában. Ott leszünk. A telefon kattogott, pecsiletette a hallgatót. Jack megtörülte verejtékes homlokát nem volt ideje habozni. A legsürgősebb tennivalója, mindenáron találkoznia kell Liliennel. De hol lehet Lilien? A nyomozást ott kell kezdenie, ahol Lilient utoljára látták. A játék barlangban. Zsebébe csúsztatta revolverét és elsietett hazúról. Nyolcadik fejezet. A kártyaklub ki volt világítva. Még csak fél hat volt és a játék reggel nyolc óráig folyt. Jack habozva állt meg a kapu közelében. Tudta, hogy az életével játszik, ha visszamerészkedik a játék barlangba. Azok azt hihetik, hogy elrabolt pénzét jött visszakövetelni és az ilyen gangster banda nem sokat habozik, ha arról van szó, hogy valakit gyorsan el kell tenni láb alól. Megint belédöbbent a kétségbeesés, hogy nem kérhet rendőri segítséget. Fájdalom, minden oka megvan arra, hogy kerülje az egyenruhákat. Üldözött gyilkos. Néma kétségbeeséssel állt, csodát Körülötte kezdték a kirakatok redőnyeit felhúzni. A pillantása egy borbélyüzletre esett, amelyben már dolgozott a mester. A borbélyok nyitnak mindenütt a legkorábban, hogy a reggeli munkába indulók, vagy az éjszakai mulatozásból gyűrötten hazafelé igyekvők megborotválkozhassanak. A következő pillanatban Jack bement az üzletbe. A mester még egyedül volt. Szolgálat készen sietett elébe. Borotválkozni parancsol. Nem. Másról van szó. Tíz percen belül át kell teljesen alakítania valakit titokban meg akarok figyelni, és nem szabad, hogy felismerjen. 50 dollár. Mondotta arcátlanul a mester, aki szentül meg volt győződve, hogy Jack üldözött gonosztevő, aki így akar megmenekülni. Márpedig, ha valakinek a bőréről van szó, akkor semmi jár nem lehet sok. A mester jól számított. Jack alkuvás nélkül elfogadta az ajánlatot. Égett az izgalomtól és türelmetlenségtől. Csak gyorsan túl lenni mindenen. A fodrász már fejére is húzott egy vörös parókát és kikeresett egy bozontos álszakált. Tessék nyugodt lenni, nincs az a detektív, aki felismeri uraságodat ebben a maszkban. Jack megdöbbenve nézett a tulajdon tükörképére. Pontosan úgy festett, mint egy viharvert, nyugalomba vonult tengerész. Gyerekes öröm fogta el. A megszabadulás édes érzése. Ebben a maszkban a rendőrség sem tudja felismerni. Ruganyosan, felvillanyozódva lépett ki a boltból. A lebúj kapuja előtt azonban ismét elszorult a szíve. Egy pillanatig arra gondolt, hát ha mégis felismerik. És görcsösen markolta meg a revolver agyát el volt számva, hogyha kell, élete árán is behatol a terembe. De a portás unottan nézett végig rajta, mikor látta, hogy az újonnan érkezett vendég olyan biztos lépésekkel megy a játékterem felé, mint aki jól ismeri a helyi viszonyokat. Gyakoriak az ilyen hajnali látogatók. Akik az éj folyamán elvesztik a pénzüket, azután hazasietnek új pénzért és eljönnek új szerencsét próbálni. A kártyaszobában már vágni lehetett a füstöt. A lámpák fénye alig tudta áttörni a vastag ködöt. Áporodott, szinte elviselhetetlen volt a levegő, fanyar parfüm, borgőz, ételszag, izzadság kavarogtak émeítő egyvelekben. A játékosok arcafakó volt, a kezek remegtek a kimerültségtől, a szemek alá kékes karikák gyűrűződtek. Mindenfelé ragadós, pálinkás poharak, melyeken végig csepegett az édes színes ital. A halálosan fáradt, elnyűtt idegű játékosok már lelketlen gépekhez voltak hasonlatosak. Bárgyú mozdulatokkal rakták maguk elé a pénzt, s a szemükben csak akkor csillant fel egy-egy pillanatra az élet, mikor a bankár felütötte a kártyákat és bemondta, hogy hány pontja van. A lányok sápat, fonnyat arcát már az újonnan felrakott pirosító sem tudta frissé varázsolni. Ásítva és fakon témferegtek, vagy egy-egy karosszékbe temetkezve bóbiskoltak. Utálták magukat, az egész világot és mindenek felett a férfiakat és a szerelmet otthon szerettek volna lenni, aludni, megfürödni, napfényben nyújtózni és a tüdejük sípolt, érezték, hogy láz ég a csontjaikban, szédültek és ideges gyomruk folytán szüntelen hányingerük volt. Jack lassú léptekkel ment végig a termen, megjátszotta a fáradt, éjszakai lumpolástól elnyűtt csavargót, aki néhány dollár kockázattal szeretné még egy időre biztosítani a megélhetést. Dollárosokat dobott az asztalra, és közben kémkedve jártatta körül a tekintetét. Valakit keresett. Egyszerre megrezzent! Észrevette a kínai lányt, aki az altató italt kínálta neki. Nem tévedhetett. Világosan emlékezett arra, hogy a lánynak világoskék kimonúja volt piros szalagdíszítéssel, és hogy a hajában is piros művirágot hordott. Az orra mellett közvetlenül parányi lencséje volt. Zsebrevágta a két dollárt, melyet nyert és a lány felé ment, aki úgy látszik, elaludt a terem szegletében álló öblös karosszékben. Gyengéden megérintette a vállát. A lány felrezzent és abban a pillanatban arcára szökött a hivatásával járó lélektelen műmosoly. Parancsol, mister! Gyere, vonuljunk félre valahová! Inni szeretnék veled. A lány feltápászkodott. Pokolba kívánta hajnali háborgatóját. Már éppen eléggé elgyűrték az éjszaka lótás futásai. De a rabszolgává aljasult párja alázatosságával nyúlt a bárpulton álló üvegek felé. Majd keverek valami pompás koktélt. Bementek az egyik külön szobába a véletlen különös szeszélye folytán ugyanabba, amelyikben az este leitatták. Húzd be a függönyt! Parancsolta Jack. A lány engedelmeskedett. Azután visszafordult és kevergetni kezdte a különböző pálinkákat. Jack mereven nézte. Egy kis narancslét nem keversz hozzá. Kérdezte hirtelen. A lány meglepetten pillantott fel. Nem, ehhez nem szokás. De ha akarja. Köszönöm. Csak éppen érdeklődtem. Azt mondták, mester vagy a narancslé készítésében. A lány még a festékje alatt is elhalványult. Lassan macskaszerűen húzódott a függöny felé. Jack észrevette ezt a mozdulatot. Maradj, mondotta olyan hangon, hogy a lány remegni kezdett ilyettében és védőleg emelte maga elé a kezét. Ma este a gazdáddal egyetértve leítattál átkozott altató kotivalékoddal és azután kiraboltatok. Ne mozdulj, mert puszta kézzel folytalak meg. Bocsásson meg! Hebegte a lány fogvacogva. Irgalmazzon! Én semmiről sem tehetek én csak egy szegény szolgáló lány vagyok, akit ébéren tartanak. Ne hazudj! A cinkosuk vagy. Ha átadlak a rendőröknek, éppen úgy a börtönbe kerülsz, mint átkozott gazdáid. A szerencsétlen lány valósággal idegrohamot kapott. Letépte válláról a ruhát és mezítelen vállát odatartotta Jack elé. Ide nézzen, látja ezeket a kék foltokat. Korbácstól vannak. Agyonütnek, ütnek, ha nem engedelmeskedem. Megölnek, kést szúrnak belém. Miért vagy mégis közöttük? Nem lehet megszökni. A kapus nem enged ki senkit az alkalmazottak közül. Ide hallgas! Ha őszintén válaszolsz a kérdéseimre, megmentlek. Magammal viszlek. A lány rémülten hátrált. Azt nem lehet. Megölnek mind a kettőnket. Jack zsebébe nyúlt és kihúzta revolverét. Elég volt a beszédből. Nem érek rá. Válasz, ha engedelmeskedsz, ötven dollárt adok. Nagy pénz. Ha kiszabadítlak innen, sokáig megélsz belőle. De ha tovább is hazudozol és nem válaszolsz, nem hagyod elélve ezt a szobát. Beszélj, nem járt itt ma éjszaka egy magános nő, aki engem keresett a kínai lány egész testében remegve nézett végig Houstonon. Én sohasem láttam misztert. Jacknek eszébe jutott, hogy álszakálla és parókája van. Á, persze, kissé átalakítottam a külsőmet, hogy a banditák ne ismerjenek rám. Az az ember vagyok, aki ma este négy ezer dollárt nyert, és akit leítattál átkozott kotivalékoddal. Mered még tagadni? A lány halásápat lett. Nem tehetek róla, parancsolták. Tehát bevallod végre, hogy a bűntársuk vagy. A kezemben vagy. Ide figyelj! A rendőrség mindent tud. Az egész bandát elfogják még ma. És te is velük együtt otrothatsz a börtönfenekén. A leány zokogni kezdett. Ó, mindig tudtam, hogy ez így lesz egyszer. Ó, Uram, mentsen meg, segítsen rajtam! Ha segítségemre leszel, akkor te is számíthatsz rám. Most már látod, hogy mindent tudok, és hogy a gazdáittól többé semmit sem várhatsz. Az egyetlen ember vagyok, aki megmenthet és még pénzt is kapsz. De ne lopjuk az időt, itt volt az a nő. Igen. Kit keresett? Egy bizonyos Houston-t. És hol van az a nő? A boldogtalan lány arca eltorzult a rémülettől. A gódva nézett körül. Csöndesen. Suttogta. Itt a falnak is füle van. Jack megragadta a lány kezét és félelmes arccal nézett rá. Beszélj. Sziszekte. Itt van még. Igen. Jack megtántorodott. Minden erejére szüksége volt, hogy őrjöngeni ne kezdjen. Olyan heves felindulás fogta el, hogy a lány megint rémülten hátrált. Az isten szerelmére hörögte Jack, azonnal vezes hozzá. A lány szemében halálos félelem tükröződött. Nem lehet. Őrzik. De hát kicsoda? Miért? Nem tudom. Én nem tudhatom a gazdáim dolgát. Erőszakkal tartják itt. Szolgálatra akarják kényszeríteni, mint téged. Nem, nem. Tiltakozott a lány. Azt mondták, valami pénzt kell kapnia az úrnőnek, csak akkor engedik el. Jack agyában hirtelen világosság gyulladt. Egyszerre megértette a rejtélyes telefont. Lilian fogva tartják. Innen telefonálta, hogy fizesse ki azt a váltságdíjat, melyet követelnek tőle. Ha ez így van, akkor az a nő, akiről ez a kínai lány beszél, csak Peci lehet. Ő a játékbarlang titokzatos úrnője. A véletlen kezébe juttatta Lilian is, és most már hiába menekül. Ha megszökik San Franciscóból, akkor Lilianen állnak bosszút. Meg kell mentenie Lilient. Nem lehet habozni. Élethalára megy a dolog. A zsebében megigazította a revolvert. Vezes ahhoz a hölgyhöz. A lány iszonyodva hátrált. Azt nem lehet. Gazda agyonüt. Jack zsebébe nyúlt és egy halom dollárt halászott ki. A lány mohó, éhes tekintettel nézte. Ide néz, mondotta folytott hangon. Ennyi pénzt kapsz. Ez mind a tied. Kétszáz dollár. Egész életedre boldog leszel férjhez mehetsz, vagy egy kis üzletet nyithatsz, nem kell többé ebben a szörnyű lebújban szolgálnod. Akarod? A lány szinte önkívületben bólintott. Hát menj előre, mutasd az utat. Egy szót sem kell beszélned. Csak a kezeddel jelzed, hogy merre menjek. Te előre sietsz, megnézed, hogy az asszony egyedül van-e, ha ott van az úrnőd, hívd el valamilyen mesével, és akkor dzselt adsz, hogy mehetek. A jobb kezedet végighúzod az ajkadon. Vigyázz, ha elárulsz, meghaltok valamennyien. Ha megteszed, amire kértelek, tied a 200 dollár. Nézd, ide teszem a szék támlája alá. Ezt csak te tudod. Ha elvezettél a fogolynőhöz, visszajössz és kiveszed a pénzt nem csalhatsz meg, mert árulás esetén téged is börtönbe juttatlak az esti rablásért. Kezemben tartom az életedet és a szerencsédet egyaránt. Úgy vigyáz. A kínai lány nem felelt. Lassan a függönyhöz kúszott és kilesett. Megfeszítve fülelt. Azután némán intett Jacknek, hogy kövesse. Egy melléklépcsőn lopóztak fel az első emeletre, melynek körben futózárt folyosójára különböző ajtók nyíltak, mint a szállodákban. A folyosót műpálmák és olcsó gipsz szobrok díszítették. A lány hirtelen megállást intett és egy ajtó mélyedésre mutatott. Jack megértette a gelt és behúzódott az árnyékba. A lány most az egyik ajtóhoz lépett és gyors egymás utánban háromszor kopogott. Az ajtó kinyílt és peci feje jelent meg nyílásában. Jack szíve vadul dobogott. Most már nem lehetett kétsége. Peci találkozott Liliennel és fogságában tartja. Micsoda szörnyű lelki kínoknak, emberfeletti mártírumnak tehette ki a szegény asszonyt. Jack egy pillanatig habozott, hogy ne rohanjon-e kirejtek helyéről, és ne végezzen az átkozott démonnal egy jól irányzott revolverlövéssel. Néki már amúgy sincsen mit remélnie. Egyre világosabban látta, hogy nem menekülhet a rendőrség üldözése elől, elfogják és a villamos székre kerül. De akkor legalább pusztuljon Peci is. Ha belefolytja a rettenetes titkot, úgy Lilien megszabadul a további zsarolásoktól, és megmarad Néki és születendő gyermeküknek a vagyon. Az utolsó pillanatban mégis uralkodott magán. Látta, hogy a kínai lány gyorsan és halkan néhány izgatott szót mond Peccinek, mire az idegesen kijött a szobából és lefutott a földszintre vezető lépcsőkön. Alig tűnt el, a lány intett Jacknek, hogy jöhet. Jack valósággal röpült. Amikor a szobába lépett, megdöbbenve tántorodott vissza. Egy sápat, összetört, zokogó nőt pillantott meg, akinek feldúlt vonásai egy átszenvedett szörnyű éjszaka nyomait mutatták. Lilian! Kiáltotta Jack. A nő megfordult, de ugyanakkor rémülten hátrált, szemében határtalan ilyet meglepetés tükröződött. Jack észbe kapott. Persze, hogy nem ismer rá Lilian, hiszen egészen elváltoztatta külsejét. Vad mozdulattal tépte le magáról parókáját és álszakállát. Lilian boldog sikoltással vetette magát nyakába. Jaki, egyetlenem, csak hogy itt vagy. Lilian, édes kis boldogságom. Csókolta Jack. Bátorság, majd mindent megmagyarázok, ártatlan vagyok. A kínai lány magánkívül rángatta a kabátját. Meneküljenek. Egy perc múlva talán már késő. Jack észbe kapott. A lánynak igaza van. Megragadta Lilian kezét, és már rohant is véle a hátsó lépcső felé. De csak néhány lépést tehettek. Hirtelen, mint egy pokolból kiokádott rém, eléje ugrott egy óriás. Az egyik szobából léphetett ki. Jack felordított rémületében és iszonyodva hátrált de ugyanakkor a rém is visszatántorodott meglepetésében. Burton? Ordította magánkívül Jack. Nem lehetett káprázat. A megölt, holtnak vélt bandita állt előtte, aki már felocsúdott a váratlan találkozás meglepetéséből és mint egy tigris vetette magát Jackre. Rettentő ökölcsapást mért Jack fejére, de az ütés félre csúszott és a jobb vállát érte. A következő pillanatban Jack őrjöngve vetette rá magát és harapták, rúgták, marták egymást. Burtonnak sikerült kiszabadítania az egyik kezét és kést húzott ki övéből. Jack nem vette észre az orv támadást, de Lillian félig őrülten a rémülettől meglátta a bestiális mozdulatot és teljes erejével Burtonhoz vágott egy gipsz figurát. A bandita megtántorodott, ezt a mozdulatot felhasználta Jack, előrántotta revolverét és háromszor egymás után Burton felélőtt. Egyetlen golyó sem talált. De a lövések zajára egymást taszigálva, rohanva, elfulladva, ordítozva jött fel a lépcsőn a játékbarlang gyülevész népsége. Jack tisztában volt azzal, hogy elveszett. Ezek az alvilági alakok nem sokat haboznak, ha arról van szó, hogy valakit eltegyenek láb alól. Burton bizonyára jól megfizet ezért. Még volt néhány golyó a pisztolyában. Lilient bajjával magához vonva, lépésről lépésre hátrált a szoba felé, amelyből Burton kijött és amelynek nyitva maradt az ajtaja. A küszöbről még néhány lövést adott le és sikerült becsapnia az ajtót és kulcsra bezárni. Megmenekültünk. Kiáltotta Lilien. Jack szomorúan mosolygott. Tudta, hogy csak néhány pillanatnyi haladékról lehet szó. Az ajtót már is botokkal, vasdarabokkal döngették. Szerelmem, mondotta könnyes szemmel Jack, lehet, hogy itt kell meghalnunk, de ez a borzalmas utolsó pillanat legalább bebizonyította előtted ártatlanságomat. Ez a férfi, aki most életemre tör, Burton, az a bandita, akiről peci azt hazudta neked, hogy a lyukon mellett agyonlőttem. Amint látod, semmi baja nem történt, most is együtt él Pecivel, és az egész mesét csak azért találták ki, hogy engem megzsaroljanak. Az ajtón fenyegető nagy nyílást támadt. Kint részeg összevisszaságban ordítottak a gengszterek. Golyót beléjük, öljétek meg. Meg akarta gyilkolni Börtnt. Jack úgy nézett körül, mint a farkasverembe esett Fenevad, amelyik a menekülés útját keresi. Pillantása az ablakra esett. Egyetlen ugrással ott termett. De az emelet magas volt, menekülésről szó sem lehetett. Felkapott egy széket és betörte az ablakot. Azután egymás után az utcára dobálta a keze ügyébe eső tárgyakat és kétszer a levegő belőtt. Segítség! Emberek, jöjjetek! Segítség! Ordította. Az utcán zavart futkosás támadt. De már nem volt ideje, hogy magyarázatot kiáltson, az ajtó recsegve betört. A küszöbön véresen, állatian, eltorzult arcai jelent meg és mögötte, mint a vért és bosszút lihegő fúriák késői leszármazottja, Peci állt, dütől lihegve. Hitvány zsarolók. Kiáltotta Jack, még van két golyó a revolveremben. Ezt belétek küldöm, ha közeledtek. Átkozott zsivány, a lyukon mellett nem lőttelek le, de most megkaphatod a jól megérdemelt golyót. Valami súlyos tárgy röpült át a szobán. Burton háta mögött hajította el valaki. Jack éles kiáltással elvágódott. Homlokából patagzott a vér. Lillian jajveszékelve vetette magát vérző urára. Gyilkosok! Segítség! Kiáltotta. Többet nem szólhatott. Öten is rávetették magukat és betömték a száját. E pillanatban a kínai lány jelent meg a küszöbön. A rendőrség kiáltotta eszelősen. Irtózatos pánik támadt. Valamennyien ki akartak rohanni a szobából, de már késő volt. A folyosót lövésre készen tartott fegyverekkel rendőrök szállták meg. Néhány perccel utóbb Burton és Peci megbilincselve várták a rendőrautó megérkezését. Az újságok izgalmas riportokban számoltak be másnap a Börtniátékbank megdöbbentő leleplezéséről. A rendőrség már napok óta figyelte a bűnbarlang különös eseményeit, és a véletlen úgy akarta, hogy mikor az épület közelében álló rendőrőr szemet figyelmesítették Jack segély kiáltásaira, és a rendőr vészjelet adott, éppen akkor érkezett meg a razziára kiküldött rendőr különítmény, amely még elég jókor érkezett ahhoz, hogy Jacket és Lilient kimentse a banditák kezéből. Egy hónappal utóbb Kalifornia egyik viruló szépségű fürdőhelyén a szanatórium virágos erkéjén boldog mosolyjal ültek Jack és Lillian. Az édes napsütés, a tenger végtelen, derűs kékje, a virágok milliói mind jókedvet kedvet és édes optimizmust sugároztak. Olyan volt ez, mint egy nagyszerű feltámadás, egy új életnek kezdete, ahonnan nincs is visszapillantás az elmúlt sötét napokra, mert bárhová néznek, mindent aranyló sugárzással önt el a fény és a szívükből kizengő, új boldogsággal lobogó szerelem. Vége!